következzen egy barátunk, aki az Antal kormány kezdetén honvédelmi államtitkár volt, de ma már inkább történészként ismeri és becsüli a széles közvélemény, dr. Rafai Ernő. Tisztelt hölgyeim és uraim, 5 percet kaptam Novák előtt képviselő úrtól, az képest, hogy 90 perc egy egyetemi évfolyam előadás, hát most 5 percben milyen könnyű lesz beszélni, úgyhogy egész idáig szorongtam, hogy most mi lesz, hogy tudok-e valamit mondani 5 percben. És megdöbbentő dolog történt, az első ágyülövésnél eszembe jutottak a katonai éveim. Én az MN-34-37-es fedőnevű pécsi tüzérezrednél, ez egy sorozatvető ezred volt, voltam 23 és fél hónapot katona. Ez az a minden tévéhíradóban látszik a mostani amerikai, orosz, Ukrajnába zajló háború kapcsán, amikor ezek a 40 csövű, régi típusú, nagy teherautó platójára szerelt rakétavetők lőnek. Bocsánat, mindjárt folytatom a gondolatmenetet. 2 méter 20 centi, ez a 122 milliméteres rakéta, és fél másodpercenként lő ki egy rakétát, látszik is a tévében valóban, és egy teljes kilövésnél 600-szor 800 méteres területen mindent megsemmisít. Nem ez szabadította föl most engem, és a feszültség kiment belőlem, hanem az a hang, amire emlékszem, amikor a Katyusa megszólal, csak az olyan, hogy, tehát a sorozatvető a hivatalos neve, az olyan, hogy földrengés, földrengés van. Nagyon okos ember volt, nem tudom, ki találta ki, aki ezt az ágyülövést ide hozta kétszer is, talán lesz még, nem tudom. De ez az a helyzet, hogy valóban a 90-es évek elején én úgy gondoltam, Antal kormány, hogy hát, bocsánatot kérek, hogy szóval fegyveresen visszaállítjuk a régi magyar királyságot. A helyzet az, hogy ez nem sikerült, viszont most sincs kizárva. És amikor a turul mostani dózerolása, elszállítása szóba jött a sajtóban, én önkínzás miatt olvasom a baloldali sajtót, és láttam azt a szándékot, amit utoljára, de nem először, 1919-ben is mondtak, hogy ledönteni Tisza István gróf szabrát egy Faludi György nevű ismert, hát majdnem gazembert mondta, nem illik ilyet mondani, ember és a barátai, az én unoka nagybátyám, Vitéz Jákfai és Terestyénfai Gömbös Gyula, magyar királyi miniszterelnök szobrát döntötték le, úgyhogy darabjára tört a gyönyörű fehér márvány szobor. A magyar történetben erről egy másfél órás előadást most szívesen tartanék, ha megengedik, kezdem is. Szóval a lényeg az, hogy a történész esetében a történelem és a politika között nagyon vékony a választóvonal. Azért megmondom, mert ami most politika, hogy el akarják vinni gonosz emberek, meg ilyen rövid nadrágos, mindenféle vicces figurák, ami nemzet tudatunkat szimbolizáló turult, ez most politika, de 10 év múlva már történelem lesz, mint ahogy a 19-es tömeggyilkosok, mint ahogy és folytathatnám a sort, a politika történelemmé válik. A helyzet az, hogy amikor Lázár miniszter úr, ő excellenciája, diplomáciai udvariasságot mondok, a 944 előtti magyar parlament, 45 előtti magyar parlamentből, azért fogalmazok ilyen udvariasan, amikor meghallottam, hogy úgymond levédi a turult, akkor eszembe jutott az a kérdés, hogy a történelmünket, a nemzet tudatunkat, a történelmi tudatunkat, az ős eredet mítoszunkat, azt egy miniszteri rendelettel kell-e védeni? Hát hogy van ez? És akkor végig gondolván valóban az, hogy ne lehessen elbontani ezt az építészeti aktust, ezt le lehet védeni. Azonban a turul az több egy miniszternél, több a sok mindenki másnál, nem részletezem most a neveket. A lényeg az, hogy a nemzet tudat, ez egy ismerős fogalom. Ezt most én elmagyarázom, ahogy én látom, történészként.
és politikusként, hát potenciális politikusként fejezem be, a nemzet tudatnak több része van. Mit tudunk a nemzetünkről? Egyik része a történelmi tudat, hogy mit tudunk mi a történelmünkről. Tessék megfigyelni a Magyar Tudományos Akadémián, a Történész Front, hát hogy mondjam csak, közel-keleti, de nem illik ilyen mondani, szóval nem a magyar tudós, nem a mi kezünkben van. Ezt meg kell változtatni majd egyszer. Az állami egyetemeken teljesen magyar ellenes történelem oktatás van. Ott a turul a szitokszó. Szitokszó. De ez a legkisebb probléma az egyetemekkel. A református és katolikus egyetemen a legrosszabb kollégák vannak, ugyanis a katolikus egyetemen a katolikus liberálisok, a reformátuson pedig a református liberálisok vannak, akik ha megkaparom, akkor már nem református vagy katolikus, hanem egy sima materialista. Na most hát ez életveszélyes, mert ők tanítják azokat a leendő történelem tanárokat, akiknek a turulról kellene beszélni az iskolába, de nem beszélnek, mert a családjukba se hallottak róla, meg az egyetemen, meg a főiskolán se. Tehát ezt meg kell változtatni. A nemzet tudatnak ez a történelmi tudat részéről csak röviden ennyit, és már le is járt az időm, még ha megengedik egy fél percet, túlórázok én is. A turul kérdése az nem csak a történelmi tudatunkhoz, hanem az a lelkünkhöz szól, a lelkünk része. Valamennyien voltunk kisgyerekek. 70 évvel ezelőtt mesélte nekem az édesanyám, bocsánat, a nagyanyám, meg a nagyapám, hogy a csodaszarvas, igen, itt vagyunk, a csodaszarvas, a turulmadár, hogy ez mit jelent. És ez, ha meghallja a gyermek, soha nem lehet kiirtani belőle. Valószínűleg ez a rövid nadrágos ember, aki itt a kerületben most pozíciót kapott, ő valószínűleg nem hallott ezekről. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, be kell fejezzem, a helyzet az, hogy ez a túlmos súlyos politikai kérdés, és nem lehetek annyira öreg, és nem lehetek annyira beteg, hogy ha bármi történik, akkor ne legyek itt, és fizikai védelmet ne nyújtsak. Mert soha nem hagyjuk ezt. Köszönöm.